a tanítónk új ruhát csináltatott, kimeszeltette az iskolát, és nagy sárga fekete lobogót tűzött az iskola épületére. Különben az egész város fel volt lobogózva, háromszínű lobogó nem látszott sehol, csupa fekete-sárga színű zászlócskák lobogtak a házakon. Kiadták a parancsot, hogy a város lakosai ünneplő ruhába öltözzenek, és a város határába várják a nagy urat. Az iskola növendékei is kivonultak az országútra, ott sorba állottak. A tanító úr megparancsolta, hogy azt kell kiáltani, éljen a császár. Mikor felállottunk az út mentén, egyszer csak azt kérdi a tanító úr, hol van Rukka Laci? Hol van Laci? Senki sem látta reggel óta. A tanító úr rossz kedvűen csóválta a fejét. Éppen neki kell hiányozni. Nem sokára dobbergés hangzott az országútról, a generális közeledett. Ragyogó ruhában volt az öreg generális, de ragyogó volt a kísérete. A lovasok ruhája csillogott az aranytól, a paripák büszkén lépdeltek. A tanító úr felemelt a kezét, a jeladásra az iskola növendékei elkiáltották magukat. Éljen a császár! Nehezen esett mindannyiunknak ezt kiáltani, de azért elhangzott a kiáltás. A generális megelégedetten bólintott. Tovább vonult a város felé, mi pedig sorban utána. Amikor az iskola épülethez ért, a generális egyszer csak hátra rajtotta a lovát. Dühösen felkiáltott és az ostorával az iskolára mutatott. Mi az ott? Kiáltott a gyűjtő reszketve. Mindenki arra fele nézett. Az iskolán nem császári zászló lobogott, háromszínű nemzeti lobogót lengetett ott a szén. A generális felemelkedett a nyelvében. Ki tűzte ki ezt a zászlót? Kiáltott a dörgő hangon. Hol van a tanító? A tanító minden ízében remekbe lépett elő, de fölnyílt az iskola kapuja is, és a kapuban Rukka Laci, a lengyel fiú jött ki, bátran a generális elé lépett. Én tűztem ki a magyar zászlót, kiáltotta elszántan. A tanító úr levegő után kapkodott, hát az lehetetlen, hát a legrendesebb növendékem. Szép növendékei vannak, tanító úr, szól csúfolódva a generális. No, majd gondoskodunk arról, hogy a fiúnak elmenjen a kedve az ilyen haszontalanságoktól. Fogjátok el a fiút! Két résisakos zsandár megragadta Rukka Lacit, összekötözték és vitték a generális utána. A városban híre futamodott Rukka Laci cselekedetének. Az édesapám azt mondta, ez aztán derék gyerek, megmutatta, mi a magyar virtus. Hát hiszen nem is magyar, Laci, feleltem. De bizony magyar gyerek az, ha a neve idegen is. Az édesanyám a kezét tördelte, szegény Laci szólt, vajon mi történik most vele? Az öreg Rukka futott a generálishoz, hogy kegyelmet kérjen a fia számára. De a generális hajthatatlan maradt. Lacit börtönbe zárták. Másnap a piacra kísérte egy szakasz katona. Mindegyik katonának vesző volt a kezében. A generális parancsára ott volt az egész város az ítélet végrehajtásánál. Laci testéről letépték a ruhát, és veszőzni kezdték a katonák. Laci egyetlen jajkiáltást sem hallatott. Összeszorította a fogát, és lemondta a szemét. A 25. veszőütésnél ájultan esett össze. A katonák abba hagyták a veszőzést. Laci sokáig feküdt betegen. Amikor meggyógyult, csodálkozva láttuk, hogy fekete haja egészen megfehéredett. Megőzült a rettenetes büntetés alatt. Bezzeg nem csukolt ezután senki Rukka Laci. A kis hőst ünnepelt az egész város. Laci pedig ezt mondta, még egyszer megtenném, ha rákerülne a sor. Később nevezetes férfiú lett Rukka Laciból, magyaros hangzású nevet választott, őszhaja pedig örökké emlékeztette gyermekkori hőstettére. Hiába is próbálták külső hatalmak bemocskolni eredményeinket, hiába volt október 6. Az országot nem lehetett megfélemlíteni. A vértanúk neve példaként lebeg minden honszövető magyar ember előtt történelmünk egyik dicső állomásaként. 13 napi vértanúk, Lázár Vilmos, ő tiszt, ezredes.
Dezsőbi Arisztin, tábornok. Kis Ernő, tábornok. Svejdel József, tábornok. Öltenberg Ernő, tábornok. Török Ignác, tábornok. Láner György, tábornok. Knézis Károly, tábornok. Nagy Sándor József, tábornok. Gróf Leningen Westerburg Károly, tábornok. Aulik Lajos, tábornok. Damjanics János, tábornok. Gróf Vécsei Károly, tábornok. Szabadságfák.
Egyenesedtek fel az éjszakában, és akkor ázultak, mintha egy rohamra menő honvédsereg nyargalt volna keresztül az erdőn. És zúgott, morajlott az erdő, csapottak a gajak, búgtak a földerékok, mindaddig, amíg a fekete vonat a fehér keresztes kocsival átrohant az erdőn. Az emberek imádkoztak, mintha az erdő is imádkozott volna maga módja szerint. A halott Kossuth Lajost hozta haza a vonat Magyarországba.